Los Angeles, 2009. július 30. A rodeo Drive felé nézett az ablakuk. Mark ott állt az ablaknál egy fürdőköpenyben a széthúzott függöny előtt, és gyászos ábrázattal bámulta a wilshire a rodeo forduló autókat. A nap még nem volt elég magasan ahhoz, hogy teljesen eloszlassa a reggeli párát, de már látszott, hogy szép idő lesz a Beverly Wilshire Hotel 14. emeleti lakosztálya 2500 dollárba került egy éjszakára, amit Mark készpénzzel fizetett, hogy kicsit megnehezítse a megfigyelők dolgát. De kit is csapott be végül? Belenézett Kerry táskájába, hogy ellenőrizze a telefonját. Még akkor kikapcsolt, amikor Kerry vezetett. Azóta úgy volt. Lehet, hogy már Kerry is rajta van a radaron, de neki most az időért kell harcolnia a drága időért. Későn érkeztek meg. Hosszú volt az út a sivatagon keresztül, és közben egyikük sem beszélt túl sokat. Arra nem volt idő, hogy eltervezzék a dolgokat, de Mark nagyon szerette volna, ha minden tökéletes. Gondolatban visszament hét éves koráig, mikor egyszer még a szülei előtt felkelt, hogy életében először reggelit csináljon nekik. Kiöntötte a műzlit, banánt szeletelt, és óvatosan egyensúlyozta a tálakat, az evőeszközt meg két pohár narancslevet az ágyukig. Büszke volt. Azt akarta, hogy aznap minden tökéletes legyen, és mikor sikerült, hetekig várta a dicséretet. Ha összeszedi magát, lehet, hogy ma is sikerül. Pesgőt és bifszteket mikor megérkeztek. A többi pesgő eperrel és vékony palacsintával éppen úton volt, ez lesz a villás reggeli. Egy óra múlva találkozni fognak egy ingatlan ügynökkel lent az előtérben, hogy egy kis délutáni házvadászatra menjenek. Boldoggá akarta tenni Carrie-t. Kerry? Carrie. A lány megmozdult a takaró alatt. Márk megint a nevén szólította, most már kicsit hangosabban. – Szia! – válaszolta a párnába bújva. – Jön a villás reggeli narancsos pesgővel. – de hát nem most tettünk. Hol van az már? Nincs kedved felkelni? Oké, okay. szóltál nekik, hogy ma nem mész dolgozni? Tudják. Márk. Ha? Tegnap elég furcsán viselkedtél. Tudom. Ma már normálisan fogsz? Igen. Tényleg veszel ma egy házat? hogyha látsz olyat, amit tetszik. Kerry feltámaszkodott, így már az arcát is lehetett látni. Ragyogott a mosolyától. Hát, ez a napom elég szépen kezdődik. Ha ide jössz, a tiéd is szépen fog. Will egész éjszaka a volán mögött ült. Épp egy környék környéki sík területen hajtott végig. Mindent egy lapra tett fel, nagy sebességgel futott bele a hajnali égboltba, és reménykedett, hogy épp bőrrel ússza meg a dolgot. Elkerüli a sebességellenőrző pontokat és a jelöletlen államhatárokat. Tudta, hogy képtelen lesz végigmenni alvás nélkül. Meg kellett keresni magának a főút mellett egymás után sorakozó moteleket, ahol készpénzzel tud fizetni, és tud négy órát aludni itt, hatott ott, nem többet. Péntekre Vegasban akart lenni, hogy elcseszhesse ezt a kibaszott hétvégét. Nem nagyon emlékezett rá, mikor volt utoljára éjszakai műszakban, különösen így, pia nélkül. Nagyon rossz érzés volt. Beteges alkoholszom gyötörte. Aludni akart, és kellett neki valami, amin kitöltheti dühét és felháborodását. Már görcsbe állt a keze, olyan erősen szorította a kormányt. A jobb csuklója sajgott. Az öreg Tauruson nem volt sebességtartó automatika. A szeme száraz volt és piros. A hólyagja majd szétfukkant az előző dupla kávétól. Az egyetlen dolog, ami erőt belé, az a Lipinskiék rózsája volt. Még mindig ott virított egészségesen a pohártartóban levő műanyag vizes palackban. Az éjszaka közepén Malcolm Frazier ott az ellenőrző pontot, és sétált egyet, hogy kiszellőztesse a fejét. A legutóbbi híreket egyszerűen hihetetlennek érezte. Kibaszottul kurvára hihetetlennek. Hogy az ő ellenőrzése alatt ez a guztustalanság megtörténhet. Ha ez túléli, illetve túlélik, akkor aztán járhat a Pentagonba tanúvallomásokat tenni vagy száz éves koráig. Abban a pillanatban, hogy Shackleton kikapcsolta a mobiltelefonját és a jel megszakadt, riadókészültségbe léptek. Egy csapat elindult a Venetian Hotelbe, de Mark már nem volt sehol. A korvett még ott állt a parkolószolgálatnál, de a számlát még nem egyenlítette ki senki. Egy órás kemény munka következett, még ki tudtak deríteni egy-két dolgot. Egy nővel volt, egy vonzó barnával, akit a recepció sokszor látott a hotel körül. Ezkort munkát végzett ellenőrizték Shackleton hívásait, és egy Kerry Hightower nevű nő, akire a személyleírás is passzolt, több tucatszor szerepelt a listán. Hightower telefonja végig csipogott az I-15-ös mentén nyugat felé, de Barstow után a jel elhalt. Valószínűleg elé lehetett az úti cél. Feltöltötték az autó leírását és rendszámát a kaliforniai autópálya felügyelőségek listáira, elküldték a helyi rendőrőrsöknek is, de az csak a nyomozás egy későbbi fázisában derült ki, hogy a Toyotája a boltban volt, ő pedig kölcsönautót vezetett. Egy kicsivel később Rebecca Rosenberg éppen a harmadik éjfél utáni édességadagját fogyasztotta, mikor egyszer csak sikerült feltörnie Sekölton kódját, és meglepetésében majdnem belefulladt a karamellbe. Kiverekedte magát a laborból, és nagy lomhán futásnak eredt az előszobán keresztül az ellenőrző központba, ahol nagy tömeg megfigyelőbe botlott, és úgy rázta a vállát a légszomj, mintha legalább hatvan éves lett volna. – Dátumokat játszott a cégnek! – mondta zihálva. Frazier már a végét járta. Oda perdült hozzá, olyan volt, mintha meg akarná lóbálni a levegőben. – Ennél rosszabb hírt nem nagyon hallhatott volna. Mi a faszról beszél? Biztos benne? Száz százalék. Milyen cégnek? Volt még ennél is rosszabb. Életbiztosító. Az egyes laboratórium folyosói teljesen üresek voltak, ami csak felerősítette a vízhangokat. Malcolm Frazier, hogy el tudja viselni a feszültséget, köhögni kezdett. Játszott az akusztikával. A kiabálás vagy a jódlizás akkor se lett volna elég méltóság teljes dolog, ha nem figyel senki. Napközben, mint az NTS 51 biztonsági szolgálat vezetője kószált a föld alatti épületben azzal az elbizakodott önteltséggel, amivel minden dolgozót megfélemlített. Szerette, ha félnek tőle, és egyáltalán nem bánta, hogy a megfigyelőit mindenki utálta. Ebből látszott, hogy végzik a dolgukat. Félelem nélkül ugyan hogyan lehetne rendet tartani? Az itt elérhető anyag egyszerűen túl nagy kísértést jelentett ezeknek a monitorfejű gizdáknak. Lenézte őket. Volt benne valami felsőbbrendűségi érzés, főleg mikor a vetkőzéses vizsgálat zajlott. Kövérek voltak és puhányak, vagy vékonyak és gyengék. Egyik sem volt egészséges, szép izomzatú, mint az ő emberei. Shackleton, amennyire emlékezett, a vékonyak és gyengék közé tartozott. Ketté lehetett törni, mint egy darab balzafát. Oda ment a speciális lifthez, aztán felhívta egy kulcsal. Olyan puhán ereszkedett alá, hogy szinte észre se lehetett venni. Ő volt most az egyetlen ember a pince szinten. A mozgást érzékelni fogja egy monitor, és az egyik embere figyelni fogja, de hát ő engedéllyel tartózkodott oda lent ismerte az összes belépéshez szükséges kódot, és egyike volt azon keveseknek, akik legálisan léphettek át azokon a vaskos fémajtókon. A pince egyszerűen zsigeri hatású volt. Úgy érezte, kiegyenesedik a háta, mintha egy vékony vaspálcát nyomtak volna végig a gerincén. A a sűlyedt, érzékei élesebbek lettek, mélységérzékelése a homályos, hidegkék fényben is erősödött. Majdnem olyan volt, mintha három dimenzióban látna. Voltak, akik kicsirek tűntek a magas pince közepén, de ő hatalmasnak és erősnek érezte magát. Ma éjjel az 51-es körzet történetének legsúlyosabb biztonsági válságának közepén úgy érezte, mindenképpen itt kell lennie. Belépett a fagyos, embertelen hangárba. Öt lépés, tíz, húsz, száz. Nem akart végig sétálni, annyi ideje nem volt. Már elég messzire ment ahhoz, hogy az elképesztő stadion méreteket és a boltíves mennyezet magasságát megérezze. Jobb kezének egyik ujjával megérintett egy borítót. Szigorúan véve a dolgot, az érintés már nem volt megengedett. De hát ő végül is nem vette le a polcról, csak azért csinálta, hogy kicsit valóságosnak érezhesse. A bőr puha volt és hűvös, a színe, akár a foltos bőré. A gerincre az volt rányomva, hogy 1863. Ebből több sornyi jött egymás után. A polgárháború sóhajtotta. Meg Isten tudja, mi történt még a világ többi részén. Nem volt ő történész. A pince egyik oldalán egy kis lépcsősor indult felfelé. Egy keskeny pallóra vitt fel, ahonnan az egész panorámát be lehetett látni. Oda ment és felmászott a tetejére. Több ezer könyves polc nyúlt a távolba, olyan szürkék voltak, ami erre a fegyvereket szokták festeni. Majdnem 700 ezer vaskos bőrkötéses könyv, több mint 240 milliárd bejegyzett névvel. Csak akkor lehet egy kicsit felfogni ezt a számot észszel, ha ott áll az ember és a saját szemével látja. Ebben biztos volt. Már rég lemezeken tárolják az anyagot, és a giznáknak biztos leesik az álluk, mikor megtudják, hány terabájt adatról, vagy mi a lószarról van itt szó. De az azért mégsem ugyanolyan, mint itt lenni a könyvtárban. A rácsba kapaszkodott, neki támasztotta a fejét, és lassan mély levegőt vett. Nelson Eldörnek elég jól kezdődött a napja. A cég kávézójában ült a kedvenc asztalánál, egy omletbe és egy reggeli újságba mélyedve. Felfrissült a futástól és a gőzzuhanytól, visszatért a jövőbe vetett bizalma. A világon a legjobban a Desert Life tőzsdeindexe befolyásolta a hangulatát. Az előző hónapban 7,2%-ot ment felfelé. Az elemzés előtt egy nappal teljes másfél százalékot emelkedett. Még nagyon az elején tartottak ennek a Peter Benedict féle őrültségnek ahhoz, hogy kikecmeregjen a kátyúból, de már matematikai pontossággal meg tudta jósolni, hogy ha megtagadják a biztosítást azoktól, akiknek közeleg a haláluk napja, és ha összehangolják a kosztkázati tényezőt és a biztosítás típusát azoknál, akik még viszonylag sokáig élnek, akkor a cég egyszerűen át fog menni pénzgyárba. Mindennek a tetejében még Bert Myers connecticut hazárdírozása is jól sült el, úgyhogy a júliusi hozamok már két voltak. Elder az emelkedő árfolyamok mellé új, agresszív hangot ütött meg a befektetőkkel és az elemzőkkel, és a street is kezdte észrevenni a dolgot. Nem érdekelte, hogy az a rút kiskacsa, az a Benedikt hogy jutott hozzá ehhez a varázslatos adatbázishoz, hogy honnan származik, vagy hogy egyáltalán hogyan lehetséges. Na, a morálfilozófia az nem érdekelte. Csak a Desert Life sorsával törődött, és most olyan előnyre tett szert, amit egyetlen versenytársa sem tud majd behozni. 5 milliót fizetett ki Benediktnek saját zsebből, nehogy a könyvelésen észrevegyék a tranzakciót és elkezdjenek kérdezősködni. Eleget aggódott már Bert spekulációs kalandja miatt is. De hát pénz volt az is. Csak a saját részvényei 10 milliót emelkedtek, ami pokoli jó eredmény egy hónap alatt. Ezt a Benedikt ügyet pedig saját ellenőrzése alatt tartotta. Senki nem tudott róla, még Bert sem. Túl bizarr és túl veszélyes volt. Már az is elég gondot okozott, hogy a szerződéskötésekkel foglalkozó igazgatónak elmagyarázza, miért van szüksége minden nap az új biztosításkötök teljes, országos listájára. Bert észrevette, hogy Eldor egyedül leszik, úgyhogy nagy vigyorogva, ujjával fenyegetőzve lépett oda. – Tudok a titkodról, Nelson. – Te meg miről beszélsz? – kérdezte meglepetten, de szigorúan. – Ma délután fogod magad és csak úgy elmész golfozni? Eldör felsóhajtott és elmosolyodott. – Honnan tudod? – Én mindenről tudok, ami itt zajlik. – dicsekedett a pénzügyi vezető. Nem mindenről. Azért van még egy-két dolog a talsajomban. Az én jutalmamat is ott tartod? Ha tudod tartani ezt a magas hozamot, akkor pár év múlva vehetsz magadnak egy szigetet. Nem akarsz velem reggelizni? Nem tudok. Megbeszélés lesz. A költségvetésről. Kivel játszol? Ez most ilyen jótékonysági dolog a vinben. Azt sem tudom, ki lesz a csapatomban. Hát akkor érezd jól magad. Megérdemled. Eldör rákacsintott. Igazad van, szerintem is. Nancy nem nagyon tudott a bankrablás aktáira koncentrálni. Már lapozni kezdett, mikor észrevette, hogy semmi nem ment át az oldalból, úgyhogy kezdte előről. Aznap délelőtt találkoznia kellett még John Müllerrel. Arra számított, hogy most lesz az eligazítás. Minden öt percben kinyitotta a böngészőt, és újabb cikkeket keresett vélről, de a világon mindenhol az amerikai hírügynökségféle történet valamilyen verziójával találkozott. Végül már nem bír tovább várni. Szú Sánchez észrevette az előtérben, és oda sietett hozzá. Ő volt az utolsó ember a földön, akivel most találkozni akart. Szú arcán látható volt a feszültség, Ugrált a bal szemes a hangja pedig remegett. Nancy mondta, és olyan közel húzódott, hogy kezdett kényelmetlen lenni a dolog. Nem próbált kapcsolatba lépni veled? Nancy ellenőrizte, hogy be van-e cipzározva a kézitáskája. Már tegnap este is kérdezted? A válasz még mindig nem. Kénytelen vagyok megkérdezni, a te társad volt és a munkatársak mindig közel kerülnek egymáshoz. Nancy ideges lett ettől a kijelentéstől. Szú észrevette, és rögtön visszatáncolt. Nem úgy értem, hogy közel. Tudod, kötődés, barátság. Nem hívott, nem írt levelet. Egyébként meg úgy is tudná róla. Tört ki belőle. Nancy hirtelen alig hittel, hogy ki is mondta, amit gondolt. Will azért sok tekintetben hatással volt rá. – Nincs jogom sem őt, sem téged lehallgatni – jegyezte meg szú. Ha valaki más hallgatná le, arról megtudnék. Én vagyok a főnöke. – Szú, én sokkal kevesebbet tudok erről az egészről, mint te. Azt viszont nem tudom, tényleg meglepődné le, ha más ügynökség kezébe kerülne a dolog. Szú megbántódott. Védekezni kezdett. Nem tudom, miről beszélsz. Nancy a vállát vonogatta. Lehet, hogy igazat mondott. Szú megnyugodott egy kicsit, aztán megkérdezte. Hová mész? Gyógyszertárba. Kell valami? Kérdezte a lift felé menet. Nem, jól vagyok. Nincs jól, gondolta Nancy. Baromira ki van fordulva magából a nő. Nancy öttömbel odébb sétált, mielőtt az előfizetéses telefonért nyúlt volna. Még egyszer ellenőrizte a kódokat, aztán bepötyögte a számot. Will második csengetésre felvette. Tákoz bár tessék. Nagyon étvágygerjesztő, mondta Nancy. Örülök, hogy hívtál. Halálfáradt volt a hangja. Már kezdtem magányos lenni. Hol vagy? Valami lapos részen, olyan, mint egy biliárdasztal. Kicsit pontosabban? A tábla szerint indiána. Nem vezettél egész éjjel, ugye? De azt hiszem, igen. Meg kell állnod aludni. Uhú. -huh. Mikor állsz meg? Pont most keresek helyet. Beszéltél Laurával? Először tudni akarom, hogy vagy. Mondd meg neki, hogy jól vagyok. Mondd meg neki, hogy ne aggódjon. Pedig aggódni fog, és én is aggódom. Mi van az irodában? Szó nagyon szarul néz ki. Mindenki be van zárkózva. Egész éjjel rólam beszéltek a rádióban. Nagy dobra verik a dolgot. Ha ellened adnak ki elfogató parancsot, akkor se költ mi lesz? Nem hiszem, hogy túl sok esély van rá, hogy majd megtaláljuk a teraszán ücsörögve. Akkor mi lesz? Használni fogom sok éves tapasztalatomat és éles látásomat. És ez mit jelent? Azt, hogy fel fogom gyorsítani a dolgokat. Elcsendesedett. Hallani lehetett a fő útzaját. Tudod, gondolkoztam. Mondta. Miről? Rólad. Hogy, hogy, rólam? Megint egy hosszabb szünet következett. Vil mellett elzúgott egy tizennyolc kerekű. Azt hiszem, szerelmes vagyok beléd. Nancy becsukta a szemét, és mikor kinyitotta, még mindig menhettemben volt. Na, Vil, most miért mondasz ilyeneket? malvás hiány? Nem, így érzem, Léci, keress egy motelt, és aludj egy kicsit. Csak ennyit akartál mondani? Nem, azt hiszem, én is szeretlek. Greg Davis a vízforralóra várt. Laura Piperrel való kapcsolata csupán másfél éves volt, és mint pár, most néztek szembe az első jelentős krízissel. Fel akart állni a dobogóra. Jó parti és szerető társ akart lenni, és erre te a főzéssel áll neki a családi gondok orvoslásának. Kis lakásuk volt, nagyon kevés fényjel, le laktak egy Georgetown-i padlásszobában, mint valami szebb a lelketlen külvárosban. Laura végül hajnali kettő körül aludt el, de ahogy felébredt, már vissza is kapcsolta a tévét. Látta a hírszalagon, hogy az apja még mindig szabad lábon van, és megint elsírta magát. – A szokásosat vagy gyógytát kérsz? Kiabálta oda neki. Zokogást hallott oda bentről. Gyújt te át! Oda hozta a csészéjét, és leült mellé az ágyra. Megint próbáltam hívni, mondta teljesen elgyengülve. Vonalason is, mobilon is. Üzenet rögzítő. Greg még boxerben volt. El fogsz késni, jegyezte meg Laura. Most telefonálok be. Minek? Veled akarok maradni, nem hagylak itt egyedül. Laura átkarolta. Greg válla nedves lett a könnyeitől. Miért vagy ilyen jó hozzám? Hát ez meg miféle kérdés? Felemelte a fejét, és arra gondolt, hogy pont az a fajta, amilyet a Piper család nőtagjai szoktak feltenni. Greg mobilja rezegni és mozgolódni kezdett az éjjeli szekrényen. Odaugrott érte, még mielőtt leesett volna. Ismeretlen szám. Egy nő akart beszélni vele. Greg vagyok. Greg, itt Nancy Lipinski beszél. Vélnél találkoztunk. Jézusom, Nancy, hello! Oda súgott Laurának. Az apád barátnője. Laura a rögtön felegyenesedett. Honnan kaptad meg a számomat? Az FBI-nak dolgozom, Greg. Igen, így értem. Vili miatt keresel? Igen. Laura ott van? Itt, igen. Miért engem hívtál? Laura telefonját lehet, hogy lehallgatják. Jézus, de hát mit csinált Vil? Most az újságíróval vagy a lánya barátjával beszélgetek? Kérdezte Nancy. Greg hezitált egy kicsit, aztán Laura könyörgő szemeiben nézett. A barátjával. Nagy bajban van, de semmi rosszat nem csinált. Túl közel jutottunk itt valamihez, ő meg nem akart visszalépni. Meg kell nekem ígérned, hogy bizalmasan fogod kezelni a dolgot. Oké, okay, elraktam a füzetet. Győzködte Greg. Add Laurát. Meg kell neki mondanom, hogy Will jól van. Az ingatlan ügynök egy platina szőke nő volt a szilícium völgyből. Épp abba a korba lépett, mikor az első botox kezeléseket igénybe illik venni. Rengeteget beszélt, és rögtön össze is barátkozott Kerrivel. Ott tolták a szöveget a hatalmas Mercedes első ülésén, Mark meg hátulült, teljesen érzéketlenül, lába között a kézitáskájával. Valahol tudatában volt a beszélgetésnek, ami elől folyik, és hogy autók, boltok és emberek mellett haladtak el a Santa Monica bulvárdon. És hogy hűvös van a szedámban, a sötétített ablaküvegen túl pedig forró és napos az idő. Hogy két parfüm keveredik az utas térben, fémíze van a szájának és lüktet a szeme. De minden egyes érzéke külön dimenzióban működött. Egymástól független érzékterületek halmaza volt, nem több, az agya nem dolgozta fel, és nem összegezte az adatokat. Valahol máshol volt, teljesen elveszve. Kerry visítozására hirtelen lehúzódott a hájog a szeméről. – Márk, Gina kérdezett valamit. – Bocs, mi volt? – Az időkeretekről kérdeztem, mondta az ingatlanos. – Sürgős a dolog, mondta Márk szeliden, nagyon sürgős. – ez nagyszerű. Éppen ettől fogunk lendületbe jönni, és ugye azt mondta, készpénzes üzletet szeretne. Így igaz. Hát ti barátaim, aztán vágjátok a témát, az is biztos. Áradozott az ingatlanos. Ha más városból jön valaki, az csak Beverly hills Belert és Brentwoodot, a három B-t akarja látni. De ti nagyon okosak is tájékozottak vagytok. Mármint, hogy tudjátok például, hogy a Hollywoodi hegyekben a ti árkategóriátokban ezzel az agresszíven rámenő stílussal Los Angeles legmagasabb luxus kategóriájú ingatlanjait is megkaphatjátok? Nagyszerű kis délutánunk lesz. Márk nem válaszolt, úgyhogy a két nő megint beszélgetni kezdett, őt pedig megint magára hagyták. Mikor az autó kezdett felfelé kapaszkodni a hegyi utakon, érezte, ahogy a háta belenyomódik az ülésbe. Becsukta a szemét és azt képzelte, hogy az apja autójának hátsó ülésén ül, akivel éppen a White Mountain felé utaznak, Pinkham Notchban bérült házikójuk felé. Az apja és az anyja motyogtak ott valamit, ő pedig egyedül volt. Számok úztak a fejében, próbálta őket elrendezni valamilyen biztos elméleti keretben. Mikor az elmélet működni kezdett, felvillant a fejében, hogy «Quod erat demonstrandum» és rögtön elöntötte az örömérzet. Jó lett volna ezt most újra átélni. A Mercedes felfelé kígyózott a keskeny szerpentineken, mellettük kapuk és sövények mögé rejtett házak suhantak el. Elhaladtak néhány ugyanolyan panorámás darab mögött, megálltak az egyik előtt, és mikor Márk kinyitotta az ajtót, rögtön fejbe csapta a kájha forróság és egy levélfúvógép morgása. Kerry odarohant a kapuhoz, kezében egy listát szorongatva. Úgy nézett ki, mint egy ugrándozó gyerek. – Annyira helyes nő! – Jó lesz, ha tartjátok ezt a tempót, barátaim. Még rengeteg cím van a tarsolyomban. – lelkendezett az ingatlanos. Frézi fekete teával és adrenalinnal turbózta fel magát – és ha valami orvos talált volna, akkor megpróbálja meggyőzni arról, hogy adjon valami amfetamint, aztán be is kapkodja. Minden a normális hétköznapi tempóban zajlott, és tele volt minden alkalmazottakkal. A szokásos számítógépőrült munkájukat végezték. Ő pedig mindeközben valami egészen szokatlan, egész eddig példanélkül való dolgot csinált. Belső nyomozást vezényelt, három különböző helyszínen egymással párhuzamosan, és közben minden öt percben tájékoztatnia kellett a washingtoni vezetőséget a fejleményekről. Az egyik külső helyszínen dolgozó csapat New Yorkban volt, és a Will Piper szállal próbál megbirkózni. A második Los Angelesben. Egyfajta mi van, ha mégis üzemmódban, ha Netán Mark Shackleton Kaliforniában mutatkozna. A harmadik Vegasban, a Nelson Elder ügyön dolgozott. Minden embere a katonaságtól jött. Voltak, akik a cia a közelkeleten is az ő keze alatt dolgoztak. Mindegyikük rámenős szemétláda volt, és a Pentagonban dúló pánik ellenére a legnagyobb nyugalomban intézték a dolgokat. Rebecca Rosenbergről kicsit jobb véleménye lett Frézijének, bár az étkezési szokásai és az önuralom teljes hiánya egyszerűen elborzasztotta. Nézte, ahogy egész éjszaka tömi magába a karamelt és a nugátokat, és szinte látta, hogy ott a szem előtt hurkásodik. A szemétládája tele volt csomagoló papírral, és pokoli ronda is volt, de azért csak kivívta az elismerését. Több volt ő, mint a gizdák vezetője. Ő maga is baromi jó gizda volt. Tégláról téglára bontotta le védő falát, és most minden ott volt előttük, teljesen nyitva. – Ezt nézze! – mondta neki Rebeka, ahogy elhaladt mellette. – Még egy kis adalék Peter Benedikthez. Ezzel a névvel használt egy hitelkártyát is a Konstellációnk kaszinóban, és létezik egy Peter Benedikt vizakártya is. – Fizetett vele valami izgalmas helyen? – Alig használta, de volt néhány tranzakciója az amerikai írószövetséggel. Forgatókönyv regisztráció, vagy valami ilyesmi. Jézusom, egy kibaszott író! Meg tudja szerezni őket. Úgy érti, szedjem le a szerverről, mint valami hacker? Igen, valószínűleg. És van itt még más is. Ne kíméljen. Egy hónappal ezelőtt létrehozott egy számlát a svájci Cayman-nél. Nelson Elder pumpáltat el egy 5 millió dolláros internetes átutalással. Hogy bassza meg! Fel kellett hívni a dekorzót, a leszvegezban tevékenykedő csapatvezetőjét. Lehet, hogy ő volt a legjobb programozó, aki valaha is itt dolgozott, hüledezett Rebekka. Farkas a bárányok között. Hogy tudja leszedni az adatokat? Még nem tudom. Minden munkavállalót át kell újra világítani, mondta Frézié, törvényszéki úton. Tudom. Magát is beleértve. Rebekka úgy nézett rá, mint aki citromba harapott aztán odaadott neki egy dollárt. – Legyen olyan kedves, és hozzon nekem még valami édességet! De csak miután felhívtam azt az átkozott minisztert. Harry Lester, a haditengerészeti miniszter irodája a Pentagon C épületében volt. Mélyen a föld alatt, olyan messze a friss levegőtől, mint a komplexum belső terei általában. Erre a magas politikai tisztségre a lehető legszokásosabb módon tett szert, Katonai szolgálat Vietnámban, néhány év a törvényhozó testületben Marylandben, három ciklus a kongresszusban, alelnökség az állambiztonsággal foglalkozó Northrop Grumman Mission Systemnél, és végül egy találkozó az újonnan választott elnökkel másfél évvel korábban. Pontos bürokrata volt, aki nem szerette a kockázatot, és kerülte a meglepetéseket mind a személyes, mind a szakmai életben. Úgyhogy mikor a főnöke, a védelmi miniszter személyesen tájékoztatta az 51-es körzetben történtekről, akkor egyrészt megdöbbent, másrészt nagyon ingerült lett. Ez most valami testvéries beavatás, elnök úr. Úgy nézek ki, mint valami kis fiú a diák körből. Ugatta le a miniszter. Komoly dologról van szó, ami mindenképpen a hadügyhöz, azaz magához tartozik és ha itt valami a maga szolgálati ideje alatt kiszivárog, akkor az Isten legyen érgalmas magához. Lester, mire leült az asztalához, úgy átizzadta az ingét, hogy rendesen ropogott rajta. Megigazította a fekete, ezüst csíkosnak kendőjét, aztán végigfuttatta a kezét a maradék haján, hogy minden tincse a megfelelő szögben álljon. És csak azután nyúlt keret nélküli olvasó szemüvege után. Még az első mappát sem nyitotta ki, mikor a titkára bejelentkezett az egyik vonalon. Malcolm Frazier keresi a Grumtótól, elnök úr. Akar vele beszélni? Szinte érezte, hogy a sav elönti a gyomrát. Ezek a hívások viszik majd egyszer a sírba, de hát ezt nem lehet rábízni senkire. Az ő ügyéről és az ő döntéseiről volt szó. Ránézett az órájára. Oda át éppen éjfél volt. A rémálmok szokásos ideje. A Mercedes késő délután érkezett meg az utolsó címhez, és egy félkört írt le a mediterrán stílusú épület előtt. Szerintem ez lesz az igazi? harsogta az ingatlanos, kimeríthetetlen energiával. A legjobbat a végére hagytam. Kerry már kezdett szédülni, de nagyon boldog volt. Megigazította a haját a púderes tükörben, aztán álmodozó hangon megjegyezte: Én mindegyiket imádtam. Márk kullogott utánok Egy fontoskodó ügynök várt rájuk. Figyelmeztetésképpen az órájával babrált. Márknak is eszébe jutott, hogy ellenőrizze a sajátját. Nelson Elder éppen befejezett egy kört a pályán. A Winn marketing igazgatójával, a városi tűzoltó parancsnokkal és egy helyi egészségügyi eszközöket forgalmazott cég vezérigazgatójával játszott. Jó golfozott. 14 pontos játék volt, de most igazán jó kört csinált. Kezdte elönteni a diadalmámor. 41-re hozta ki a kört, ami benne volt az elmúlt évek kilenc legjobb eredményében. A frissen locsolt, finoman vágott gyep úgy tündökölt a barna sivatag közepén, mint a smaragd. A lyuk körüli mezőben is jól ment a labda, hál' Istennek nem tudott hibázni. Bár rengeteg víz volt a pályán, mégis jó tempóban haladt, és szárazon tudta tartani a labdát. Táncolt a napfény a klub felé magasodó Win Hotel üveggel borított felületén, és ahogy ott ült a kocsiban egy üveg jeges teát szürcsölve, és hallgatta a mesterséges patak csobogását, sokkal elégedettebbnek és nyugodtabbnak érezte magát, mint az elmúlt időszakban bármikor. A Halli Drive mediterrán villájától Kerry teljesen megőrült. Egyik nagyszerű szobától a másikig szaladgált. Egyedi tervezésű konyha, sűlyeztett nappali, elegáns étkező, könyvtár, médiaszoba, borospince – hatalmas lakosztályok még három hálószobával. – Te jó Isten, te jó Isten! – mondogatta a lány. Az ingatlanos meg ott kontrázott mögötte. – Ugye megmondtam, az egészet átépítették. Nézd meg ezeket a finom kidolgozású részleteket! Márk gyomra nem nagyon bírta a dolgot. Inkább elmenekült az értékesítést intéző ügynök gyanakvó pillantásai elől, Kiment a teraszra, és leült a tengerkékvízű úszómedence mellé. A terasz körül manzani tabokrok nőttek, és kolibrik ugráltak az apró babakék virágokon. A hatalmas kanyon ott feküdt alattuk, az utcák hálója alig látszott a délutáni fényben. A válla és a tetők vonala fölött fent egy távoli gerinc tetején a Hollywood felirat betűinek tetejét is látta. Ez az, amire mindig is vágyott – gondolta bánatosan. Erről álmodozott, hogy majd mikor író lesz, kiül a medence mellé Hollywood felett a hegyekben, a rögtön a felirat alatt. Csak azért szerette volna, ha tovább tart néhány percnél. Kerry rohant ki hozzá a teraszajtón keresztül, és majdnem nem elbőgte magát a látványtól. Már ezt imádom a legjobban, imádom, imádom, imádom! Imádja, tette hozzá az ingatlanos, aki épp akkor érte őket utol. – Mennyibe kerül? – kérdezte Mark farccal. – Három egész négyet kérnek érte, és szerintem ez nagyon jó ár. Másfél jó volt csak a renoválás. – Megvesszük – mondta Mark közömbösen. – Márk! sikoltott fel Kerry. Átkarolta a nyakát, és össze-vissza csókolgatta. – Hát? – sikerült egyszerre két nőt elképesztően boldoggá tennie? Tette hozzá az ingatlanos nagy pénz sóváran. Keri mesélte, hogy maga író. Biztos vagyok benne, hogy a rengeteg fantasztikus forgatókönyvet fog írni emellett a nagyszerű medence mellett. Előterjesztem az ajánlatot, és még ma este keresem magukat telefonon a hotelben. Kerry elkattintott néhány fotót a mobiljával. Márkhoz nem jutott el rögtön a dolog, de mikor észrevette, mi is történik, felugrott és kitépte a kezéből. Csináltál már máshol is képeket? Nem, miért? Most kapcsoltad be? Igen, de miért olyan nagy dolog ez? Benyomta a kikapcsolás gombot. Mindjárt le fogsz merülni. Az enyém már teljesen süket. Próbálok kicsit tartalékolni, hát ha kell még majd telefonálnunk visszaadta neki. Jól van már, olyan kis hülye vagy. Nézett rá szemre hányóan, mintha azt mondaná, nehogy megint olyan szörnyen viselkedj. Gyere nézzünk szét oda bent, olyan boldog vagyok. Frézié ott szundikált az asztalánál. Az egyik embere megütötte a vállát. Vaskos horkantással ébredt. Volt egy kis pittyen és hájtahol telefonjáról. Benyomták aztán rögtön ki. Nagyon gyors volt. Hol vannak? A Hollywoodi hegyek keleti részén. Frézié megvakarta borotválatlan állát. Oké, volt egy kis pihenőnk. Majd lesz megint. De Korzó hol van most? Pont a megfelelő helyen. Várja a parancsot. Frézié megint becsukta a szemét. Ébreszem fel, ha a Pentagon telefonál. Eldör épp a 18. lyuk felé tartott. Ha beejtené a labdát a lyuk körüli mezőbe a 12 méter magas vízesés tetejéről, az tényleg pompás befejezés lenne a kör végén. – A mit gondol? – kérdezte a vindiriét. – Jó lesz az egyes fajtő? – Ó, igen, küldje csak meg Nelson. Egész nap nagyon jó kente. – Tudja, ha most tartom az ütésszámot, akkor életem legjobb körét fogom megütni. – ezt halva a tűzoltó parancsnok és a vezérigazgató is közelebb lépegettek, hogy megnézzék, merre száll a labda. – Az ég szerelmére ne görcsöljön már! – ugatta le a vinnes fickó. Eldör lassan, tökéletesen lendített hátra, és az ütés ívének legfelső pontján, épp egy pillanattal azelőtt, hogy a golyó átszakította volna a koponyáját, mind a négyüket beterítve vérrel, Hirtelen úgy érezte, hogy az élet különös szépségeket rejt magában. De Korzó belenézett a fegyver célkeresőjébe, és mikor meggyőződött róla, hogy sikeres volt a gyilkosság, elégedetten szétszerelte a puskát, beledobta az öltönytáskába, aztán elhagyta a tizedik emeleti hotelszobát, ahonnan lehengerlő kilátás nyílt a golfpálya üdegyepére. Mikor visszaértek a lakosztályba, Kerry szerelmeskedni akart, de Mark nem tudta ráhangolni magát a dologra. Kegyelemért esedezett, a napot okolta mindenért, aztán elvonult zuhanyozni. Kerry még az ajtón túl is folytatta a zsörtölődést. Túl izgatott volt ahhoz, hogy csöndben maradjon. Mark pedig nagy sugárban zúgatta magára a vizet, hogy elnyomja saját sírásának hangját. Az ingatlanos megemlítette Kerrynek, hogy a kat, a hotelben levő vendéglő egyszerűen haláli. A lány pedig nem tudott szabadulni ettől a megjegyzéstől. Könyörgött, hogy vigyál oda vacsorázni, és Mark mindent megadott volna neki, amit csak kér, bár semmire nem vágyott jobban, mint hogy elbújjon a szobában. Kerry zavarba ejtően csinos volt piros ruhájában, és ahogy beléptek, mindenki feléjük fordult. Találgatták, melyik hírességgel lehet dolguk. Márknál ott volt az aktatáskája, úgyhogy a lehetséges forgatókönyvek közül arra lehetett tippelni, hogy a színésznő az ügynökével vagy az ügyvédjével találkozik. Ez a kis vékony fickó elég jelentéktelen alaknak tűnt ahhoz, hogy a randira menjen vele, kivéve persze, ha borzasztóan gazdag. Ablak melletti asztalnál foglaltak helyet, egy hatalmas tetőablak alatt, ami, mire a desszertet behozták, már holdfényben úsztatta a termet. Kerry csak a házról volt hajlandó beszélni. Mintha egy álom vált volna valóra, vagy talán még annál is több, mert ahogy ő magyarázta, soha nem is álmodott róla, hogy ilyen hely egyáltalán létezik. Olyan magasan volt, mintha valami űrhajóban lennének, vagy mint az az UFO, amit még kislánykorában látott. Annyit kérdezett, mint valami gyerek. Mikor hagyja ott a munkahelyét, mikor költöznek, milyen bútort fognak venni, mikor kezdi majd el a színészképzőt, mikor folytatja Márk az írást. Márk csak a vállát vonagatta, vagy tőszavakban válaszolt, aztán kibámult az ablakon. Kerry pedig már ugrott is a következő gondolatra. A lány hirtelen abba hagyta a beszédet. Márk felnézett. – Miért vagy ilyen szomorú? – kérdezte Kerry. – Nem vagyok. – De vagy. – Nem, nem vagyok. Kerry nem úgy nézett ki, mint akit meggyőztek, de annyiba hagyta a dolgot, és egyszerűen azt mondta. Hát én boldog vagyok. Ez életem eddigi legszebb napja. Ha nem találkozom veled, akkor most... Szóval most nem lennék itt. Köszönöm neked, Mark Shackleton. Dobott felé egy kis huncut csókot, ami azért célba talált. Mark el is mosolyodott. Így már más. Dorombolta, megszólalt a telefon a retiküljében. – Ez a te telefonod? – kérdezte Mark. – Miért van bekapcsolva? Kerry megrémült az arcán megjelenő pániktól. – Gina kért egy számot, hogy tudjon hívni, ha elfogadják az ajánlatunkat. – Dadogta. – Lehet, hogy ez ő. – Mióta van már bekapcsolva? – morogta seköltön. Nem tudom, néhány órája. Ne aggódj, nem fog lemerülni. Megnyomta a zöld gombot. Halló? Csalódott, zavart arccal nézett rá. Téged keresnek? Mondta, és átadta neki. Márk levegőt is alig mert venni, ahogy a füléhez emelte. Férfi hang volt, határozott és kegyetlen. Sekölton, figyelj rám! Itt Malcolm Frazier. Most rögtön hagyja el az éttermet. Menjen vissza a dolgozó szobájába és várja meg, amíg a megfigyelők elmennek magáért. Biztosan tudom, hogy megnézte az adatbázist. Ez nem a maga napja. Ez Nelson Elder napja volt, aki el is ment. És Kerry Hightower napja. De nem a magáé. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk olyan fájdalmat okozni magának, hogy a végén már maga kérje, hogy beállhasson a sorba. Meg kell tudnunk, hogy csinálta. És ez nem is lesz túl nehéz. A lány nem tud semmit, mondta már könyörgő hangon, miközben hátat fordított. Mondhat, amit akar. Ez az ő napja. Úgyhogy álljon fel, aztán induljon. Most rögtön. Megértett engem, Mark? Néhány szívdobbanásnyi ideig nem jött semmi válasz. Mark? Lerakta a telefont és hátratolta a széket. Mi baj van? kérdezte Kerry. Semmi, Márk nehezen lélegzett, az arca eltorzult. A nagynénédről van szó? Igen, ki kell mennem a mosdoba, rögtön jövök. Próbálta összeszedni magát, de ránézni is alig bírt. Szegény kicsikém! Nyugtatta Kerry. Aggódom, érted? Azt akarom, hogy olyan boldog legyél, mint én. Sies vissza a kis keri macithoz, Jó. Márk fogta az aktatáskáját, és elindult. Mint aki a vesztőhely felé tart, apró, csoszogó léptek, lehajtott fej. Ahogy kiért az előtérbe, üvegcsörömpölést hallott, amit két gyötrelmes másodpercnyi csend követett, aztán velőtrázó női sikoltások és férfiak harsogó kiáltásai. Az éttermet és az előteret ellepték a testek, rohantak, tolongtak, tülekedtek. Márk úgy sétáltott végig, mint valami zombi. Egyenesen ki a völtsér felé vezető kijáraton, ahol egy autó állt a járdaszélén működő motorral a kocsi rendezőre várva. A parkolóőr éppen elment megnézni, mi történik az előtérben, és beugrott a forgóajtón. Anélkül, hogy egy kicsit is átgondolta volna a dolgot, Mark automatikusan beszállt a vezetőülésre, belehajtott a meleg Beverly Hills-i estébe, és közben alig látott át könnyei sűrű függönyén.